Szép jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, ez a Ma Holnap magazin műsorunk. Március 8-a van, boldog nőnapot kívánok minden kedves nő nézőnknek. Az egyik témánk is erről szól, hiszen a Mindennapok Női Szemmel Egyesület és a Magyar Női Unió közös szakmai konferenciát szervezett Budapesten a Magyar Tudományos Akadémián, hogy miről szólt, milyen konferenciai témákat hallhattak az érdeklődők, ez kiderül a műsorunkból. Beszélgetünk arról is, hogy Szombathely Oladi lakótelepi városrész és az Oladi Általános Iskola történetében egyedülálló pedagógiai és szociális program veszi kezdetét, vagy vette kezdetét február 1-ével, ez az Oladi Tanoda, hogy erről mit kell tudnunk. Hamarosan kiderül, műsorunk elején pedig Szombathely kamerarendszerével fogunk egy kicsit ismerkedni, hiszen komoly bővítés történt a közelmúltban, 66-ra nőtt a közterületi kamerák száma a városban, egy fejlesztésnek köszönhetően a bővítés szükségessé tette a közterület felügyelet térfigyelő ügyeleti központjának az átalakítását is, hogy milyen átalakításról van szó, ezt már vendégeimtől kérdezem meg, szeretettel köszöntöm Varsányi Pétert, Szombathelyi Közterületi Felügyelet igazgatóját, valamint Keringer Zsoltot, az Informatikai Minőségügyi Gondnokság Kabinet osztályvezetőjét. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Szóval komoly fejlesztésről van szó, 66 most már az a terület számít Szombathelyen, ahol kamerák vannak, egy picit még foglalkozzunk ezzel, miért vált szükségessé a fejlesztés, és mennyiben nyújt segítséget a kamerarendszer? Hát a kamerarendszer fejlesztése egy folyamatnak a következő állomása. 2014-ben került a közterületfelügyeletnek a működtetésében a térfigyelő kamerarendszer, és az elmúlt idő alatt folyamatosan fejlődött, ugye 2014-ben 13 kamera volt, aztán következő évben 28, következő évben 46, és most eljutottunk a 66-os kameraszámig, és ezt tette szükségessé a korábban kialakított kameraközpontnak az átköltöztetését is házon belül, hiszen amikor indultunk, akkor mi sem gondoltuk azt, hogy ilyen ütemben fog a kamerarendszer fejlődni, és hát azt a kicsi helységet kinőttük. A kameráknak a felszerelése miért vált fontossá, hiszen azért általában azt mondhatjuk, hogy Szombathely tényleg a béke szigete, vagy hát legalábbis komoly problémák nincsenek. Nem érezheti azt a lakosság ezáltal azt, hogy nagyon-nagyon meg van figyelve, vagy valóban érezhető ennek a preventív jellege? Én azt gondolom, hogy igen, tehát a prevenció mindenféleképpen szolgálja, de csak azt veszük alapul, hogy az elmúlt években a kamerafelvételek alapján hány esetben történt helyszíni intézkedés, ugye ez 2914 eset pontosan, akkor ez azt mutatja, hogy igenis a kamerarendszer beváltotta hozzá fűzött reményeket, illetve én úgy gondolom, hogy azért a kamerarendszert az állampolgárok is pozitívan fogadták. Én nem kaptam olyan visszajelzést, hogy ez bárkit esetlegesen irritált volna, és a statisztikatok is azt mutatják, hogy látványosan csökkent a közteti szabálysértések bűncselekmények száma. Hogyan képzelje el a laikus a kamerák a technikai szempontból? Mit tudnak ezek a kamerák, milyen fejlettségűek, milyen képet adnak, mennyire lehet aztán utána azonosítani bármilyen esetet? Műszaki kérdés volt, igen. Így van, Zsolt kérlek téged. Azt kell tudni, hogy régen még az első 13 kamera az ugye alapvetően analóg kamerák voltak. Uh-huh. Az élet az meghozta, hogy az analóg kamerák minősége ma már hát enyhén szólva sem felelnek meg annak a feltételnek, hogy későbbiek során esetleg vissza lehessen nézni, vagy felismerhető legyen a esetleges cselekmény. Ezért a belügyminisztérium is kiadta azt, hogy az analóg kamerák átalakítása a létkérdés, és Szombathely az első között pályázati segítséggel is a digitális kamerák irányába ment. Nagyon fontos volt, hogy ne csak nappal, hanem éjszaka is megfelelő minőségű kamera legyen, és a felvételek, amik készülnek, azok tényleg kiértékelhető minőséget tudjanak biztosítani. Kétféle kamerák vannak, ugye a fix kamerák és a forgókamerák. Alapvetően mi Szombathelyen ugye az elején főleg fix kamerák voltak, egy-két forgókamerával, ma már amennyire csak lehet, meg ahol csak lehet, mi forgókamerát helyezünk el, mert az szinte 360 fokba tudja kezelni az adott. De többségében még akkor nincsen forgókamera, de hanem nagyon sok, fix kamerák most már több. Nagyon sok forgókamerát szinte ahol lehet, és ahol indokolt műszakilag, és tényleg a beláthatóság szempontjából lényeges, akkor ott mindenhol forgókamerát helyezünk el. Ezeknek a fókusszal hatósága is sokkal jobb, mint a fix kameráké. Fix kamerák olyan helyeken kerül, amikor egy cső irányt kell nézni, alapvetően így egyszerűen lefordítva.
vagy egy lépcsőházi rész, vagy olyasmi, ami Domusnál például látható ilyenek, csak példaként, de amikor tereket kell megfigyelni, vagy hát nézni, akkor általában forró kamerák vannak elhelyezve. Ezek a jelenleg kihelyezettek, ezek már nagyon jó minőségű, ipari minőséget tudnak biztosítani a felügyelők részére, hogy folyamatosan szinte egy élőkép van minőségileg is, meg ugye hát ahogy nézzük a kettő közti különbséget is, akár éjszaka, akár nappal látható volt a óriási különbség a kettő között. A rendelet is azt mondja most már, meg a belügyminisztérium is, hogy a digitális kamerákat szabad csak felszerelni, csak analóg kamerákat ki kell venni. Annyit még mondhatok, hogy az analóg kameráknak a fél digitális átételét is megcsináltuk, ezt most nem egy dekóder segítségével, mi azt jelenti, hogy az adatátvitel és egyebek következtében az analóg felvételek is jobb minőségek, de még nem teljesek, úgyhogy majd a következő, ha esetleg lesz pályázat, vagy valamilyen forrás, akkor a régi esetleges analóg kamerákat is szeretnénk digitális kamerákkal lecserélni. Milyen fejlesztést jelentett ez a központban, hogyan képzeljük el, milyen újításokat és lehetőségeket nyújt most önöknek a központ? Hát a technika részét illetően ugye több monitor került felszerelésre, hiszen a kameraszám emelkedett. Az üzemeltetési, tehát a funkcionális részét tekintve pedig az ügyeleti központnak több feladata van. Ugye egyrészt innen történik a szolgálatnak, a napi szolgálatnak az irányítása. Ide érkeznek be a közterületfelügyelők helyszín intézkedéseiről kért priorálások, amit az ügyeleti központ végez el. Ezen kívül pedig az ügyeleti központba futnak be az e-mailen és a telefonon a lakossági bejelentések, és ezen kívül a nap 24 órájában, az év 365 napján egy rendőr és egy közterületfelügyelő teljesít szolgálatot az ügyeleti helységben, 12 órás szolgálatban, 24 órás váltásban, és ők folyamatosan figyelik a térfigyelő kamerák felvételeit is. Újdonság, vagy újabban jellemző az, hogy hangszórókat is felszerelnek? Ez milyen segítséget nyújt a kameraképre való reagálásban, hiszen ezt ott rögtön a helyszínen valamit lehet tenni azért, hogy mondjuk a szabálysértőket figyelmeztessék, ezzel függ össze ez a így hangszóró van, rendszer? Én azt gondolom, hogy a hangszóróknak mindenféleképpen egy költségtakarékossági funkció is van, hiszen a hangszóróknak a száma is folyamatosan fejlődött és napjainkig is fejlődik. Ugye most már az a törekvés van, hogy lehetőség szerint minden forgó kamerára kerüljön fel hangszóró. Ez azért is fontos, mert hogyha egy olyan közteti szabályszegést vagy szabálysértést észlel az ügyeletes operátor, akkor nem biztos, hogy mindig a helyszínre kell küldeni a közterületfelügyelőt, ugye aminek természetesen költségvonzata van. Nagyon sokszor elegendő, hogyha kiszólnak a hangszórón, például egy szemetelésnél, például egy póráz nélküli kutyasétáltatásnál vagy egy koldulásnál, és általában ezek a figyelmeztetések eredményre szoktak vezetni. Ha ez kevés, akkor mi történik? A kameraképek alapján mit tud tenni a közterületfelügyelet? Létrehoztam egy gyorsreagálási egységet, akiknek az a feladatuk a nap 24 órájában, hogy a kamerafelvételek alapján amennyiben szükséges és indokolt, akkor azonnal kivonulnak a helyszínre. Megvan nekik határozó, hogy nappal egy percen belül kell elhagyni a közterületfelügyelet épületét, éjszaka pedig két percen belül, és ennek az egységnek az a feladata, hogy a helyszínen a szükséges intézkedéseket megtegye. Én azt gondolom, hogy ez azért is fontos, mert nem kullogunk az események után, hanem azonnal rögtön ott és akkor tudunk intézkedni, mert máshol, ahol nem érvelős megfigyelés történik, ott ugye reggel bemennek, megnézik, hogy mi történt az előző éjszaka, aztán vagy meg tudják fogni a delikvenst, vagy nem. Ugye ennek volt egy tipikus példája is, amikor a Vejc utca oldalán megrongálták azt a domborművet, és gyakorlatilag az ügyeletes le tudta követni az elkövetőnek a mozgását egészen a Gájer Parkig, ugye három kamerán keresztül, ahol el is fogták a helyszínen. Tehát én azt gondolom, hogy az azonnali gyors reagálás az mindenféleképpen hatékony és eredményes. Ha nem sikerül ilyen gyorsan mondjuk az elkövetőt vagy a szabálysértőt figyelmeztetni, elfogni, akkor a kamerák által felvett képeket meddig tudják használni? Vagyis a kérdésem az, hogy a törvény szerint a kamerákat adatait lehet-e archiválni, és hogyha igen, akkor mennyi ideig, milyen szabályozás jellemző erre? Két dolgot mondanék, ugye ez a hangosítási rendszer az új kamerák vonatkozásában már egységes szoftver alá tettük. Tehát az azt jelenti, hogy amennyiben bővül a hangosító berendezés, vagyis ezek a hangszórók száma, akkor maga egy egységes rendszer be fog működni. Tehát ilyen értelemben a közterületfelügyelők már könnyebben tudnak kiszólni is, meg figyelni is. Tehát ilyen értelemben ez egy hogyan mondjam, jobb minőséget ad. Ugye az adatvédelmi törvény meg egyértelműen szabályozza azt, hogy hány napig
lehet ilyen dolgokat egyáltalán őrizni. Ugye belső szabályzatok is vannak, amik egyértelműen... De ez napokat jelent, heteket, napokat, vagy hónapokat? Napokat. Tehát ez csak pár napról, lehet, pár napot lehet. Igen. Megvan, de és kik kérhetik ki? Vagy kik nézhetik meg? Bárki adhat be ilyen kérvényt, vagy csak hatóság? 8 napig őrizzük pontosan a felvételeket. Természetesen, hogy a 8 napon belül valamilyen formában akár telefon is megkeresés érkezik, hogy szükség van ebben az intervallumban a felvételre, akkor ezeket a felvételeket még további 30 napig tudjuk tárolni. A jogszabály pontosan taxatívan meghatározza azokat a hivatalos szerveket, akik jogosultak, természetesen a felhasználás céljának, okának pontos megjelölésével a felvételeket kikérni, ilyenek a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, az ügyészség, a bíróság, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, és hát az elmúlt időszakban összesen 133 esetben történt ilyen felvételnek az átadása. Ugye ezért azért fontosak, mert ezek az adott ügyben szabálysértési vagy büntető eljárás során, vagy akár a bírósági szakaszban is bizonyító erővel rendelkeznek. Beszélgetésünk végéhez érkezve egyetlen egy kérdésem. 66 kameráról beszélünk, ez nagyjából 66 konkrét területet jelent. Van szükség további fejlesztésre, illetve közeljövőben várható-e további kamerák kihelyezése? Én műszakilag tudok még annyit, hogy még hozzátenni. Igen, lehet, igen, hogy, természetesen. Hogy a rendszert a térinformatikai alapokra is megcsináltuk, tehát a város térinformatikai rendszernek a részét képezi már a kamerarendszer, valamint az összeköttetést a rendőrséggel is megcsináltuk az elmúlt évben, tehát én úgy gondolom ez is elősegíti a hatékonyságát a rendszernek. A bővítések, ugye én már mondtam, hogy az analóg kamerákat kellene lecserélni, majd esetlegesen későbbiek során. Általában meg az igények úgy jönnek, hogy ugye ezt mindenféleképp a képviselőtestületnek kell elfogadni. Tehát a testület dönt arról, hogy mely szombathely mely pontjain legyen ilyen. Az elmúlt években is ez így működött, hogy lakossági vagy képviselői indítványra indultak. Mi megvizsgáltuk műszakilag, közterületfelügyelet pedig megvizsgálta az ő általuk fontos szakmai kérdésekben, és akkor ez alapján alakult ki újabb-újabb. Én úgy gondolom, hogy ha fejlesztési források is lesznek, már pedig úgy hallottuk, hogy lehetnek, akkor tovább bővülhet én szerintem az egész. Most a közterületfelügyeletnél kialakított központi rész, az szerintem egy pár évre biztos megoldja a továbbfejlesztés esetén is a figyeléseket. Meglátjuk, én csak reménykedem, hogy ha szükséges, akkor a források is meg lesznek hozzá, és a műszaki feltételek is szerintem most már olyan környezetben vannak, ami hosszú távon is megbízható lesz. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, a munkavállalók érdekében indított el egy 3 éves projektet a Magyar Szakszervezeti Szövetség Vasi Képviselete, Burgál Andi kollégáikkal közösen. Többek között erről számoltak be a székházban tartott sajtóbeszélgetésen, emellett a sikeres bérfejlesztésekről is tájékoztatást kaphattak a résztvevők. A legfőbb érték a munkavállaló. Ez a szemlélet került előtérbe az LUK-ban az idei esztendőtől. A többi között ez hangzott el azon a szakszervezeti sajtótájékoztatón, ahol a megye legnagyobb munkáltatóinak képviselői adtak tájékoztatást az aktualitásokról. Egy 2 éves megállapodást tudtunk összehozni a munkáltatóval, melynek eredményeképpen az elkövetkező 2 évben közel 17%-os bérfejlesztése fog sor kerülni az Opel Szentgotthárd Kft. Munkavállalói részére, illetve egy határozatlan időtartamú kafetériát el tudtunk indítani, ami most már dolgozóink részére egy nagyon nagy kívánság volt, és itt hozzá kell tennem, hogy a meglévő egyéb juttatási elemek fölött lett elindítva a kafetéria, tehát nem kiváltottuk egy különböző más elemekkel. Ezzel az intézkedéssel abban bízunk, hogy a munkaerőket meg tudjuk tartani, illetve jelen pillanatban a járműipari szektorban az egyik legversenyképesebbek vagyunk a bérezés szempontjából. Továbbra is nagy szükség van a jól képzett munkaerőre. Az osztrák határ közelsége miatt az itthoni gyárak helyett inkább külföldre mennek dolgozni a fiatalok. Emiatt is félti a munkaerőt az EPCOSZ és az LUK is, annak ellenére, hogy itt is javult a dolgozók helyzete bérezés tekintetében. Fontos szempont még a munkavállalók számára a tervezhető szabadidő. A hétvégén nem szívesen dolgoznak a fiatalok. A tájékoztatón bejelentették, hogy az MSOS elindít egy új projektet is. Ez egy 3 éves projekt, az a cím, hogy tisztességes munkaerőpiaci feltárék a Pannon régióban.
ami azt jelenti, hogy középpontba kerül az ember, és a két hatóság és intézményrendszer, az osztrák és a magyar intézményrendszerek. Ezek az intézmények eddig nem igen beszéltek egymással, nem voltak megállapodások közöttük. Most az van, hogy mi azt kezdjük, hogy az ingázoktól beszerzett információk alapján próbálunk egy ilyen megállapodást megvalósítani az elmúlt elkező 3 évben. Remélem, ez lesz az outputja a projektnek egyébként. 934 ezer euró van erre most nekünk, ami azt jelenti, hogy ez az Osztrák Szakszervezeti Szövetség és a mi régión fogja ezt megvalósítani, megfelelő arányban szétbontva. A magyar munkavállaló nem öngondoskodó. És még egy a problémája van a magyar munkának, hogy önbizalom hiányba szenved. Most 81 ezer magyar dolgozik Ausztriában, abból naponta 21 ezer lép ki 17 határállomáson ingázóként Ausztria, Burgenland, Steiermark, Bécs irányába. Most az ő védelmük, az ő képviseletük évek óta, most már lassan 15 éve milyenként, tehát mi foglalkozunk vele az ÖGB-vel közösen. És úgy látjuk, hogy most már olyan innovatívá kell tenni ezt a kapcsolatot, hogy be kell venni a hatóság is ebben a munkába, mert elveszik ebben a térségben a munkavállaló. Nem tud németül, nem ismeri a magyar, a saját rendszerét nem ismeri, miért várom, mert az osztrákot ismerje. Na most ezt nyitni kell ennek a két intézményi rendszernek, ezért partnereink, olyan stratégiai partnereink vannak, akik ehhez maximális minden feltételt meg tudnak adni. Vas megye 344 ezer eurót kap a projekt megvalósítására. A munkát az ingázók feltérképezésével kezdik, ennek a tanulmánynak a következtetéseit dolgozzák fel a következő időszakban. A cél az osztrák-magyar munkavállalók problémáinak még gyorsabb és hatékonyabb megoldása. Kedves nézőink, két új vendégemmel ülök most már itt a stúdióban. Szeretettel köszöntöm Kőszegfalviné Pajor Klárát, a civil kerekasztal elnökét, valamint Takács Imrénét, az Oladi Általános Iskola intézmény vezetőjét. Jó estét kívánok, kezdjük sokkolom. És hát boldog nőnapot kívánok mindenek előtt. És a beszélgetésünk témája a Tanoda projekt, aminek tulajdonképpen én most két győztes pályázójával, szervezetének vezetőjével ülök szembe. Először tisztázzuk, igazgatónőhöz fordulok, hogy mi is ez a Tanoda projekt, mi volt a pályázati lehetőség, amire úgy érezték, hogy önöknek is jelentkezniük kell. Ha a Tanodát megpróbáljuk megfogalmazni, mi is ez tulajdonképpen, akkor azt mondhatnánk, hogy egy innovatív szemléletű hátránykompenzáló kezdeményezés, amelynek 3 fontos pontja van legalább. Hogy civil szervezet a működtetője, a mi esetünkben az Olad Városrészért Egyesület, igen, melynek elnöke helyett, Hegedűs Laci helyett jöttem el. Tehát, hogy az iskola nem pályázhatott, de közösen a civil szervezettel, igen, világos. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy egy civil szervezet a működtetője. A másik, hogy a Tanoda projekt, az egy helyi kezdeményezéseket, a tanulók egyéni szükségleteit figyelembe véve alakítja ki a maga projektjét. Tehát amikor mi az Egyesülettel pályáztunk, akkor nyilvánvalóan az iskola helyi sajátosságait vettük figyelembe, hogy mik azok az erősségek, amely mentén felépíthetjük a Tanoda programot. Milyen szempontoknak kellett megfelelni, amikor ezt a projektet vagy a pályázatot beadták, tehát mire lehetett itt pályázni, milyen terveket lehetett kialakítani, még mindig így a Tanoda projektet tisztázandó? Gyakorlatilag elég tág volt ennek a lehetősége, ezért is irányoztunk mi is elő, mint a civil kerekasztal, hogy együttműködve mi az Aranyhíd Oktatás és Nevelés Intézménnyel és a Tési Huber Általános Iskolával kötöttünk együttműködési megállapodást, és velük együtt fogjuk meg lebonyolítani. Gyakorlatilag itt hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekeknek a iskolán kívüli feladatainak segítések, korrepetálása, de lesz benne különböző programok, amivel szeretnénk a gyerekeket egy kicsit megismertetni, hogy ne kallódjanak el, és legyen valami céljuk arra, hogy hogyan tovább. Oladon az iskolában milyen tapasztalatok alapján érezték úgy, hogy szorosan össze kell fogniuk az Olad Városrésze Egyesülettel ebben az ügyben? Én azt gondolom, hogy egy intézménynek, egy általános iskolának
tapasztalata kell, hogy legyen a civil szervezettel való együttműködésben. Tehát az Olad Város Részét Egyesülettel nekünk már legalább 2 éves az együttműködésünk. Nagyon sok programot közösen bonyolítottunk le, tehát van egy ilyen fajta háttér munka, amely alapján kölcsönösen meggyőződtünk arról, hogy ezek mentén, az értékek mentén egy ilyen tanoda programra pályázhatunk, figyelembe véve azokat a helyi sajátosságokat, amelyekkel már eddig is rendelkeztünk. Most az Egyesülettel való szoros kapcsolat egyik talán legjobb mutatója a létrehozott, közösen létrehozott, és azóta is közösen működtetett a Herman iskolával együtt, mert őket is meg kell említenem e tekintetben, az udvaron a gyógy és fűszernövénykert és virágos kert működtetése, és amikor tanuláson, oktatáson kívüli tevékenységekről beszélünk, akkor az egészségfejlesztés, a környezeti nevelés, mint olyan, egy virágos kert ápolásában hihetetlen jó lehetőség hátrányos helyzetű gyermekek foglalkoztatása tekintetében. Hiszen ha feladatokat nézzük, akkor nem elsősorban egy tanodaprogram keretében nem az oktatási feladatok az elsődlegesek, hanem prioritást élvez a szocializáció, a közösségfejlesztés, az életpályaépítés, az önálló tanulásra való képességeknek a fejlesztése, és olyan kompetenciáknak a fejlesztése, amelyekkel meg tudjuk segíteni ezeknek a gyerekeknek, hogy a hátrányukat leküzdve hát az életben boldogulni tudjanak. És meg kellett találnunk azokat a pontokat, hogy mely gyerekeket szólítsuk meg, amellett, hogy az előbb említett szempontok mellett. Nagyon fontos, hogy a beiskolázás időszakának a problémáiban való segítés. Itt elsősorban ugye az első-másodikos gyerekeket értjük. Aztán az alsóból a felsőbe való átmenet időszakának a kérdései. És talán a legfontosabb azoknak a gyerekeknek a megsegítése, hogy a 7.-8.-osok, akik pályaválasztás előtt állnak. Hiszen az életpálya építése szorosan hozzátartozik, hogy olyan képességekhez juttassuk őket, amelyel önálló tanulásra képesek, felfedezik önmagukat, megismerik a képességeiket, és a megfelelő középiskolát tudják választani, el tudjanak jutni oda, és a megfelelő képességek birtokában az életben is boldogulni tudjanak. Mert ugyan a hátrányos helyzetű gyerekekről beszélünk, de azért nem csak a gyerekekről, hanem a gyerekek családjairól is szó van, és természetesen azokról, arról a közösségről, akik nem tartoznak ebbe a kategóriába, mert nyilvánvaló egyrészt könnyebb beintegrálni ezeket a gyerekeket a nagy közösségbe, és a nagy közösség gyermekei pedig megtapasztalják azokat a társadalmi problémákat, amelyekkel szemben a fogékonyságuk kialakul, nyitottabbá válnak, egymásra tudnak figyelni, egymást tudják segíteni. És én azt gondolom, hogy tulajdonképpen a tanodának majdnem ez a három fontos dolog az, ami meghatározó. Ugye most még nagyon az elején tartunk, de már most láthatóak az eredmények. A civil kerekasztal az Aranyhíddal közösen milyen konkrét tevékenységekben gondolkodnak, vagy mi az, ami már elkezdődött és elindult? Gyakorlatilag mi célul tűztük ki olyan tevékenységeknek a bemutatását, illetve megszerettetését a gyerekekkel, amik egyrészt kézügyesség, tehát művészeti különböző kézműves foglalkozások. Szeretnénk nekik megmutatni egy pár olyan szakmát, szakterületet, ami esetleg felkelti az érdeklődésüket a továbbtanulás szempontjából. Itt olyan célokat, illetve feladatokat írtunk ki, hogy például elvisszük őket tűzoltósággal, ott már azért a gyerekek érdeklődnek az ilyen irán, vagy éppen kivisszük őket a MAM-ba, tehát ott is ugye megnézhetik, hogy hogyan cumi gyártási folyamatába tekinthetnek be, igen, és hát nyilván ez egy izgalmas Izgalmas a gyerekeknek, de tervezünk csocsóbajnokságot, sportrendezvényeket, kirándulásokat, tehát a szabadidőájuknak az eltöltését, és ezáltal a szabadidőn keresztül, hogy az iskolába és a tanulási készségük azért jobb legyen. Igazgatónőtől kaptunk néhány plakátot, én most ezt megmutatom a kamerának, illetve a kedves nézőknek, és kérem szépen akár a monitoron, hogyha tetszik, nézi, kommentálja, mit látunk a képen. Igen, ezt most már a kedves nézők is látják. Tegnap délután készült, ugye most indult el a dolog. Gyakorlatilag mi nekünk
két időpontunk van, kedd és csütörtök, amikor nyitva a tanoda. És a 30 gyerek, aki tanodás jön, és nagy boldogan részt vesz a különböző foglalkozásokon. És hát én azt gondolom, a tegnap délután készült rajz, ami kicsit a nőnap jegyében a Hermanosokkal és az Egyesülettel együtt virágvásár és kézműves tevékenységet tellett el. Én azt gondolom, minden megjelenik, amilyen képességeket fejleszteni kell a gyerekekben. Ugye az anyanyelvi képesség, aztán a matematikai logika, aztán a környezetvédelem, a gyümölcs, sport, olvasás, szövegértés, a fizikai lelki kondíció, a lelki egészség, az érzelmi nevelés. És én azt gondolom, talán a legfontosabb, hogy középen ott van az óbetű, ugye tanoda és olad, az a napocska, és mindenhol az a mosolygó és életvidám, a színekben is megmutatkozó életvidámság, amely én azt gondolom a legfontosabb üzenete, hogy önkéntességen alapul a tanodában való részvétel, és az, hogy boldogan töltik el az idejüket. Szeretetben, egymásra figyelme, vidámságban, és én azt gondolom, hogy ez a képeken is jól megmutatkozik. És ami még talán nagyon fontos, mert a szülőket is említettem, a szülők is ott vannak ezeken a foglalkozásokon együtt a fejlesztő pedagógusokkal és gyerekekkel. És ha együtt látunk mosolygó gyerekeket, én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, amit el tudunk érni, és ami az ők is kiteljesedésükhöz nagyon-nagyon fontos és szükséges. Épp itt a gyakorlati foglalkozáson készült fotót láthatjuk, amikor tényleg tevékenykednek ezek a gyerekek. Szóval ez heti két alkalmat jelent. Igen, ezek amikor nyitott a tanoda, de egyébként emellett párhuzamosan folyik az a tevékenység, ami a gyerekek egyéni fejlesztésére vonatkozik. Tehát ugye mérésekkel diagnosztizálják ezek a gyerekeket, egyénileg mik az erősségek és mik a gyengeségek, egyéni fejlesztési tervet dolgoznak ki, és egyénileg az egyéni szükségleteiknek megfelelően foglalkoznak a gyerekekkel. Biztos, hogy fogunk még erről beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, picit más témával folytatjuk. A Kámoni Arborétumba invitálok mindenkit. Öltöztes, díszíts fel egy fát, ezzel a címmel hirdetett pályázatot a Kámoni Arborétum. Az alkotások vasárnap, a faöltöztető napon kerültek fel a növényekre. A faöltöztető napon 20 növény kapott új ruhát, ezeket április 9-éig nézhetik meg az Arborétum látogatói, sőt, szavazhatnak is arról, melyiket tartják a legszebbnek, legtökéletesebbnek.
Közös nézőink, nőként élni jó nőnapi konferenciát tartottak Budapesten a Magyar Tudományos Akadémián. Innen érkezett meg nem olyan régen Takásné Tenki Mária, elnökasszony jogi és társadalmi kapcsolatok bizottságától. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket. És nagyon boldog nőnapot kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Elején, ha már tényleg már csak azért is, mert hogy 8-a van, illetve hát a téma is tényleg ez, egy nagyon szép konferencia után vagyunk. Milyen témák kerültek elő? Miről beszélgethettek? Milyen előadásokat hallhattak? Milyen témakörök? Köré csoportosult a mai konferencia. A Mindennapok Női Szemmel civil szervezet tavaly is már szervezett egy női konferenciát, de sokkal kevesebb résztvevő volt rajta, és más is volt a helyszín. Az idén viszont 400 nő jelent meg, ennyi regisztrált is, el is jöttek, és nagyon impozáns helyen volt, a Tudományos Akadémia dísztermében volt ez a konferencia. Balogh Zoltán, emberi erőforrás miniszter köszöntött minket, neki ma van a névnapja is, úgyhogy mi is köszöntöttük őt, és ötgyermekes apa, unokái is vannak, és beszélt nekünk arról, hogy ő hogyan képzeli azt, hogy nem a társadalmi nemekért kell nekünk küzdeni, a társadalmi nemért, hanem a férfiért és a nőért, és ennek a két nemnek együtt kell működni. Ez volt lényegében a mondani valója. A másik civil szervezet volt a Magyar Női Unió, amelyik szintén együttműködött. A két civil szervezet volt az, amelyik megszervezte a konferenciát. Az egyik téma a nők és a család kapcsolata volt. Erről milyen vélemények alakultak ki? A Novák Katalinnak volt, a Család Ifjúsági Nemzetközi Ügyekért felelős államtitkárnak volt egy olyan előadása, amelyben felhívta a figyelmet arra, hogy a nőket nem azért kell segíteni, mert kisebb képességűek vagy kevésbé okosak, mint a férfiak, hanem azért kell tenni a női szerepekért, mert meglehetősen nehéz összeegyeztetni azt, amint egy 150-200 éve bejött, és hát a nők által kivívott munkavállalási jogot az otthoni családi teendőkkel. Ugye tudjuk azt, hogy a törekvések, ami a Nemzetközi Nőnapot megalapozták régen, az a választójogért, egyenlőségért, munkavállalásért való harc, amely valójában már ma nem jelentkezik ilyen élesen, ahogyan akkor jelentkezett. Az egyenjogúság alapokmányban rögzített joga a nőknek, azonban hát még tenni kell azért, hogy ezeket a szerepvállalásokat még alaposabban és kevesebb frusztráció nélkül tudják teljesíteni. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy új pályázat kerül kiírásra. 9 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A pályázat nők a családban és a munkahelyen. Az a cél, hogy ebből a pályázatokból női információs és szolgáltató központokat alakítsanak ki országszerte, amely segíti a nőknek a rugalmas foglalkoztatásba való magánéleti problémáik megoldásait, és ezek a központok jönnének létre, 150-200 milliót lehet nyerni egy-egy pályázattal, 4 konzorciumi partner lehet, civil szervezet, egyház, önkormányzat. Hát reméljük, hogy majd innen is valaki pályázik. Következő téma volt a nők és a munkavállalás, ezt részben már említette itt ebben az előadásban, mire hívták fel a figyelmet. A női munkavállalással kapcsolatban nagyon jók a mutatóink, ugyanis a női foglalkoztatás Magyarországon és különösen Szombathelyen, Szalai Piroskától, a miniszteri tanácsadótól is hallottuk, ha a múltkor is az előadásában egy projektet nyitott meg, a családi védőháló projekt megnyitása volt, az egyik, meg ketten nyertek, két civil szervezet nyert a városunkban. Elmondta ő azt, hogy nagyon jó a foglalkoztatási rátánk a nőknél, nagyon kedvezően alakult az utóbbi 3 évben, és svédországi majdnem a mutatónk. Hát én remélem, hogy ez így is tud maradni.
A konferenciának egy kiemelkedő pillanata volt, amikor egy együttműködési megállapodást írtak alá nők és a családok érdekeit képviselő szervezetek. Bemutatták ezt a megállapodást, és ünnepélyes keretek között aláírták. Mit kell tudnunk erről, mit tartalmaz? Igen. A nyilatkozat a nők a családban, munkában és közérdekben való elismeréséért és érvényesüléséért. Ez a címe a nyilatkozatnak. 11 civil szervezet írta alá, többek között az Országos Nagycsaládosok Egyesülete, és olyan civil szervezetek, a Magyar Női Unió, természetesen a két szervező cég is aláírta, és olyan szervezetek, akik országos, illetve hát budapesti működésen rendelkeznek. Ez a, gondolom, hogy ehhez lehet majd a nyilatkozathoz csatlakozni, további civil szervezeteknek is, biztos, hogy nincs akadálya ennek. Arról szól a nyilatkozat, hogy nőnek lenni jó, és arról szól, hogy a hagyományos szerepek megtartása mellett a férfiakkal való együttműködéssel kell megoldani az aktuális, mindig előjövő olyan problémákat, ami a nők helyzetét javítja a társadalomban, és hát önbizalommal kell lenni a nőknek, hogy az állami, társadalmi család, munka összeegyeztetésében mindezek valahogyan harmonikusan összeálljanak. És hát nem beszélve, hogy azért pozitív diszkrimináció is kell a nők számára, hiszen a családban betöltött szerepük még a munkamegosztás terén azért kívánivalót hagy maga után a férfiakkal. A harmóniát említette az előbb, hát a szakmai fórum is pont erről szólt, a női harmónia jegyében. Ennek résztvevője volt a Férfiak Klubja elnöke is. Ő hogy látja a női szerepeket, illetve egyáltalán mi volt az ő előadásának, vagy a gondolatainak a lényege? A Férfiak Klubjának az elnöke arra hivatkozott, hogy megvannak a hagyományos feladatok férfi és nőnek egy társadalom belül, és ne gondoljuk azt, hogy a motivációk a munkahelyen vannak. A fő motivációk az emberi életben az, hogy értéket tudjunk teremteni, már pedig azt az értéket, hogy új generációt neveljünk fel, az bizony otthon van. És a harmonikus otthon az, amelyik a figyelem középpontjába kell, hogy legyen, és hát olyan dolgokra hívta föl a figyelmet, amely ezt szolgálja. Elnök asszonynak a nap végén mi az a pillanat, vagy melyik az a pont, amit ön úgy érzett, hogy már csak ezért is megérte fölmenni zárszóként, hadd kérjem meg erre, hogy idézzem fel egy olyan pillanatot a konferenciából, amit ön kiemelne összefoglalásképpen? Én azt emelném ki, hogy nagyon érdekes, újszerű szempontokat hallottunk. Uh-huh. Például azt, hogy a lányoknál népszerűsítenünk kell a digitális tudást. Uh-huh. Ez a jövője lehet akár az otthon végzendő munkának, vagy részmunkában végzésnek is, hiszen ha továbbra is ilyen feszültségben kell ugye a két helytállást tenni a nőknek, nyilvánvaló, hogy nagyobb teher esik rájuk, tehát mindenképpen a digitalizációs forradalomba be kell szervezni a lányokat, és hívjuk föl erre a figyelmet például. Vagy egy coach, egy pszichológusok is beszéltek, de egy coach is beszélt, és azt mondta, hogy találjuk meg a modern családnak a rugalmas, és nem a régi beidegződésekhez való, akár a munka megosztásban, akár egyebekben, próbáljunk együtt szót érteni a társunkkal, és együttesen örömet találni abban, hogy az új generációt is fel tudjuk nevelni, és a munkahelyeiket is hely tudjunk állni. Vagy még egy nagyon fontos dolog, a nő igenis, hogy választhasson abban, hogy lehetőségként több évre otthon marad, és ennek is legyenek meg a feltételei, vagy vissza szeretne menni minél előbb, és itt a gyed extra, az központi szerep volt az előadóknál, hogy ez egy olyan lehetősége a nőknek, ugye a 6 hónapos gyermek korában vissza tud menni dolgozni, vagy például egy nagyon-nagyon érdekes volt egy holland munkáltatónak a példája, hogy gyermekközpontúság az, hogy a női munkavállalót folyamatosan tájékoztatja a cégnél történtekről, e-mailben állandó kapcsolatban van vele, és nem lesz magányos a nő, amikor visszakerül a gyermek megfelelő kora után a munkahelyére. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.
Kedves nézőinknek köszönöm szépen a figyelmüket, ennyi fért a ma esti adásban, köszönöm, hogy velem tartottak. Viszontlátásra! A műsorvezetőket a Jeans Store öltözteti.